A következőben pedig még egy magyar műholdról lesz szó, már volt itt egy, csak még kisebb. Köszönöm szépen a szót, József Viktor vagyok, hát igazából most szerencsére ugye az IT-s startupok után kicsit ilyen gépészes irányba kanyarodott a sztori. Igazából én is egy gépészmérnök vagyok, a Műszaki Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékén doktorandusz hallgató, és a projektbe úgy kerültem be, hogy megkerestek minket, hogy valami hőtechnikai számítást jó lenne ilyen kisméretű műholdakhoz készíteni, és hát igazából itt maga a projekt az kizárólag oktatási vonalon megy, illetve az igen költséges alkatrészeket, amik kellenek esetleg egy műholdhoz, az pedig a szponzoraink támogatásával tudjuk beszerezni, illetve beépíteni. Nagy alapvetően mekkora is ez a Packet Cube méret, tehát ez a műholdak forradalmának a következő hullámát jelenti. A maszat méretet az 1 literes, tehát a 10x10x10 centis kockát véletlenül mindenki ismeri. Azonban ehhez képest 1/8 térfogatunk van, tehát egy 5x5x5 centi méretű kocka. Ebből elhoztam az első prototípust, így körbe is adom, tehát most megpróbálok nem kimászni a videóból. Tehát ez már 1:1 méret arány, úgyhogy gyakorlatilag ez a méret fog kimenni, esetleg a konstrukció picit változni fog, de ez fog maradni alapvetően, mivel szabvány rögzíti, hogy minek kell megfelelni, mi az, amihez különböző berendezést, illetve startot lehet szerezni. Tehát alapvetően térfogatban van 1/8. Elkészítettem a 3D modelljét ennek a műholdnak, tehát ez látható itt, ugye már napelemek meg egyebek antenna van rajta, ugye azon még nincsen, tehát az pusztán így a nyáklapnak a kivágásából, összelegózásából adódott ez a modell. És hát az egyik kritikus alkatrészünk az maga az akkumulátor. A -273 Celsius fokos űrben kell ezt 0 Celsius fok fölött tartani, ezért érzitek a majdnem 300 fokos hőmérséklet differenciát. Tehát mindenféleképpen oda kell figyelni arra, hogy ezt megfelelően szigeteljük le, és ne menjen a hőmérséklete túl magasra. Illetve pontosabban ne süllyedjen túl alacsonyra se, ez is ugyanúgy előfordulhat, amennyiben túl sok szigetelést alkalmazunk, tehát hogy megfő az akkumulátorunk. Tehát igen, innentől kezdve vált jogossá a probléma, hogy hőtani szimulációra van szükség. De akkor menjünk is tovább a következő diára. Tehát itt az energiaellátásról néhány szót. Ilyen háromszög napelemek találhatók rajta. Ezeknek a hatásfoka jóval nagyobb, mint amit a házakon lehet látni. Ezek hatásfoka olyan 27% körüli. És itt látható egy szimuláció egy pályára. Ez a nemzetközi űrállomás pályája, tehát egy 400 km-es poláris pályának a számítása. Ez a fölrészelés az annak köszönhető, hogy ez a műhold egy általános háromdimenziós mozgást fog végezni, tehát vélhetően, ahogy ez forog, így különböző oldalak kerülnek megvilágítás alá, és nyilván a megvilágított oldalak száma is változik. Ezek a tüskék pedig a tetején azt jelzik, hogy ahol magasan visszavertet a reflektált napfény, azokon a területeken, tehát az Antarktiszon, illetve a Szaharánál jár éppen a műhold. És hát, hogy alapvetően mi is a fő kísérlet, amit meg akarunk valósítani, ugye a neve az a Smog-1 volt, ebből adódóan az elektroszmogot szeretnénk vizsgálni, és itt koncentrálunk a tévi adókra, és hogy tényleg ez a mérés a Föld körüli pályáról mennyire jogos, ezt elsősorban nyilván olcsóbb eszközökkel próbáltuk meg behatárolni. Tehát alapvetően légköri ballon kísérleteket végeztünk, szám szerint eddig 4-et, az Országos Meteorológiai Szolgálat hozzájárulásával részben. Az első képen itt látható maga a Hungarocell labda, amiben benne található az a mérőberendezés, ami gyakorlatilag a műholdra is ráépítésre fog majd kerülni. Nyilvánvalóan itt a többi rendszer még nem szükséges, hogy kellőképpen meglegyen, működjön. Azonban ez már egy jó kiindulási pont arra, hogy tényleg validáljuk, hogy ez az ötlet, hogy megmérjük Föld körüli pályán a tévéadóknak a űrbe kisugárzott elektroszmogját, ez tényleg életképes projekte. Itt látható maga az eleresztés, tehát egy ilyen másfél köbméteres magas légköri ballont alkalmaztunk erre, ez pedig már a telemetria adatok visszasugárzásából visszaszámolt pálya, tehát a GPS adatokat magával a berendezéssel visszasugároztuk a földi állomásra. És hát nyilván, ami egyszer fölmegy, az le is fog esni, úgyhogy ennek megfelelően, miután kidurrant a lufi, ezután egy igen intenzív esés produkált, tehát mintegy 100 méter per szekundommal kezdett el hullani, aztán úgy kellett megterveznem az ejtőernyőt, hogy végül 20 km per órára lassuljon a földet érés előtt. És hát ez sikerült is, azonban hát nyilván egy búzatáblába, hogy leesett, ezt meg kellett keresni a srácoknak, és
itt nyilván egy ilyen antennával mentek utána, hogy vajon merre van, tehát elkezdődött a róka vadászat. És akkor hát azt látták a srácok, hogy ez egyre távolodik tőlük, és ráadásul gyorsabban távolodik, mint ahogy ők közelednek. Úgyhogy utána is mentek gyorsan kocsival, aztán megtalálták, hogy a helyiek éppen a szántásból hazamenve a traktorral éppen elvitték, hogy ebből lesz majd vacsora. De aztán így szépen visszakértük, hogy ott van rajta egy telefonszám, föl kellett volna tán hívni. No, hát röviden ennyit, tehát igen kalandos a sztori, nagyon sok területet foglalunk össze. És végül így néhány szóban az eredményekről, tehát a fő téviadók a tengerszinthez közel, tehát itt a 0 méter magasságban itt elég jól látszanak, azonban magasan lehet látni, hogy a rádiófrekvenciás jelszint nem igazán akar csökkenni, tehát ez itt dBm-ben van egyébként így a skála, és azért lehet látni, hogy itt 8 km magasban még ET-nek is jut egy kis téviadás, itt a Mindig TV-nek köszönhetően. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket. Igen? Mennyibe kerül egy ilyennek a... Tehát, hogy mennyibe kerül nekem egy... Értem, tehát alapvetően a fejlesztési költség, meg minden, hogy mondjuk szeretnél valamit feljuttatni, és te is semmihez sem értesz, és így aláhúzod és nyomsz egy plusz jelet, akkor ez olyan 200 millió. Maga a start lehetőség az olyan 15 ezer euró körül mozog, tehát az már kicsit így moderáltabb összeg, de alapvetően tényleg itt a fejlesztés az, amiből hát elég sok munka van. Illetve maga mondjuk a napelemeknek a teljes garnitúrájára, a berendezésre az mint egy ilyen 2 millió forint. Hát attól függ, hogy miből kell űrminősített és miből nem kell űrminősített, mit lehet kikerülni, kijátszani, mekkora élettartamot tervezel neki. De mi tervezett élettartamunk az ilyen 3/4 éve, 1 év lesz a nemzetközi űrállomás pályáján, tehát ennek megfelelően az ilyen kommersz, ilyen sima boltban megkapható alkatrészekből próbáljuk összelegózni, amennyire lehet. Szóval olyan 10 millió volt, hogy én csinálom, hogy én adom össze, meg én tervezem, akkor azért megvan. Hát igen, plusz a startköltség. Tehát az a 15 ezer euró átszámolod, az olyan, nem is tudom, 4-es. Hát kb. Igen. Hogyha sikerül megbeszélni, mert ugye a politikában is azért harcok vannak, tehát az oroszok felviszik-e, nem viszik, az amerikaiak felviszik-e, nem viszik. Szóval itt azért kicsit összetettem már a dolog, tehát azért ez nem olyan, mint a kenyér, hogy bárhol bárki a sarkon oda megyek, hogy tessék itt egy műhold, ragd már föl nekem egy földkörű pályára. Igen? Az ez a fogja fölvenni nektek, vagy másra fogtok szerződni? Hát, alapvetően, mivel a nemzetközi űrállomást említettem, ez az egyik lehetőség, hogy felvisszük oda a SpaceX Falcon 9-es hordozó rakétájával, és akkor utána ott szépen a űrhajósok kipakolják, van egy robotkar, azzal pedig van egy kilövő szerkezet, azt erősítik, és azt kiengedi, és gyakorlatilag is soha többet nem fog találkozni a két űreszköz pályája. Ez egy lehetőség. De egyébként itt a legérdekesebb dolog, hogy mivel teherűrhajó viszi föl, ennek a kis szerkezetnek több mint 100 G-s gyorsodást el kell viselni, amikor a második fokozatot rákapcsolják. Tehát azért annak ellenére, hogy ilyen kis könnyűnek tűnik, azért elég brutális terhelések hatnak rá. Tehát itt már eléggé meg kell fontolni, hogy mit tervezünk ebbe bele. Igen? Tehát ugyanúgy, ahogy a Massat rádióamatőr sávon fog működni, tehát bárki a megfelelő berendezés birtokában veheti a jelét, és hát nyilvánvalóan az interneten is lesznek, tehát lesz regisztrálva, amihol lehet követni, hogy éppen hol jár, ugyanúgy, ahogy a Massat ezt is megfelelően nyíltra tervezzük. A terveket, igen, miután elkészülnek a végleges változatok, utána tervezzük ezeket megosztani. Tehát jelenleg, amíg mi is próbálkozunk, meg ötletelünk, addig ezt nem akarjuk megosztani, de nyilvánvalóan ezt szeretnénk ezeket publikálni. Szerencsére itt nem kell titoktartás, most magunkkal köthetünk titoktartási szerződést, de ennek sok értelmét nem látjuk. Igen? Akkor gyakorlatilag ezt felviszitek itt erőből, és utána gyakorlatilag csúszja emberi erővel, vagy hát így, tehát, hogy emberi közleműködéssel lesz kilőve? Hát emberi közleműködése annyi lesz, hogy van egy ilyen szerkezet, ami gyakorlatilag egy ilyen téglatest, ebben vannak így belepakolva, és alul van egy rugó, és ez fogja és így kilöki. De világűrről van szó, tehát nyilván ott már ilyen millinewtonok is elég sokat jelentenek, tehát működik a napvitorla, és működik a... Tehát vannak azért elég jó hatásfokú ilyen kis erőben fordítást igénylő hajtóművek is. Tehát ott egy rugó az tényleg olyan erőt tud biztosítani, ami garantáltan más pályára állítja. Tehát nem kell félni a nemzetközi űrállomásnak attól, hogy legközelebb visszajön és neki ütköznek.
mert ugye 8 km per szekundum körüli sebességgel kering, azért az azért elég brutális rombolást tud végezni, hogyha neki megy valaminek. Igen? Gyorsulás, igen, ez jó kérdés. A kozmikus háttérsugárzást szeretnénk monitorozni. Vélhetően azért így a 3/4 éves élettartam, ott nem fogja nagyon befolyásolni a kozmikus háttérsugárzást, de szeretnénk szenzort szerelni rá, hogy a hasonló műholdaknak már legyen elég információjuk, hogy mekkora a totáldózis érheti magát a műholdat a egy év alatt mondjuk. De egyébként tényleg ilyen egyszerű alkatrészekből készül, amelyek által, az elektronikai alkatrészek ugye hideget általában jobban szeretik. Nyilvánvaló itt az akkumulátor a kritikus alkatrészünk, amit 0 fok felett kell tartani, de az összes többi az ilyen mínusz 40-50 fokig simán levihető, és ezt így általában vállalják is a gyártók. Tehát, hogy Szibériában is működnek mikrocsipek, nyilván azért a mínusz 50 fok alá nem nagyon fog vihetően menni a szimulációink alapján hőmérséklete. Meddig fog működni? Hát amennyiben a nemzetközi űrállomás pályát nyerjük meg, akkor ez ilyen 9 hónap, 1 év körüli, ez idő alatt el tudjuk végezni bőven az összes mérést. Van egy másik lehetőség, ami most így felmerült, még ez egy 600 km-es szintén poláris pálya. Itt azért, ahogy minél magasabb pályára rakjuk fel ezeket a műholdakat, így az élettartam így exponenciálisan növekszik. Most nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól emlékszem, akkor ilyen 25 évet jelent a 600 km-es poláris pálya, hát, vagy illetve 25-től 50, illetve ki tudja mennyi. Nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy a maximális működést tudjuk biztosítani, tehát hogyha felrakjuk, akkor ne legyen belőle nagyon hamar űrszemét, tehát lehetőleg ugyanúgy a jelmaszat, azzal legyen vége, hogy visszajön a Föld légkörébe, és elég, és ez alatt végig tudunk mérni, működni, stb. Ellátja a funkcióját. Ezek hasznos adatok, vagy szerettetek volna egy műholdat? Igen, tehát ez egy jó kérdés, ugye a MASZAT-tal lehetett fényképezni, ezen például kamera nem lesz, ez már nem igazán fér bele, és azért ebben lesz újítás, tehát az új, ez a TV rádiófrekvenciás vizsgálata, tehát a tévéadó által kibocsátott, ez a 430-860 MHz-es tartomány, ez lesz intenzíven monitorozva, erről még nincsen senkinek se adatja, és örülünk, hogy ebben a kisméretben ezt meg tudjuk valósítani. Tehát a szükséges spektrumanalizátor, az, hát hogyha ülnek itt villamosmérnökök, azért biztos emlékeznek ilyen nagy dobozokra a laborban, ez 1,8 g-ban már rendelkezésre áll. Tehát alapvetően gondoltunk a régi módi rádióamatőrökre, tehát megmaradunk annál, hogy az elején a hívójelet, akkumulátor hőmérséklet, valami, meg akkumulátor töltöttség, ezt le fogja ugyanúgy tolni morzéba, és akkor utána a többi adat az pedig nyilván már digitális vevőt igényel. És milyen modulációt? Hű, na ez egy jó kérdés, gépészmérnök vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon kérem.